mangalicatenyésztéssel foglalkozom itt Hajdúböszörményben. 2012 óta kezdtük a mangalicatenyésztést, 2012. januárjában kerültek hozzánk az első kocák. 20 kocával kezdtük a tenyésztést. Édesapám és édesanyám segít a vállalkozásban. És 13-tól pedig már feldolgozással is, mangalicafeldolgozással is foglalkozok, és azóta gyarapodik az állomány, mára már több mint 40 anyakoca, 49 anyakoca van a telepen. És a szaporulata, ami közel már 400 darab mangalicát tesz ki. Nagyszüleim feldolgozták a sertésből, mangalicából készült mangalica sertést, és így adódott, hogy én is majd a feldolgozás irányába megyek. A lehetőség adta, hogy a feldolgozott készítmények felé érdeklődnek az emberek, és szeretnének kolbászt, szalonnát, szalámit venni. Édesanyám nagy álma volt ez a tájház és ennek a felújítása. Úgyhogy mivel ő pályázatírással foglalkozik, ezért adódott a lehetőség, hogy a támogatás segítségével felújítsuk ezt a tájházat. Örökségvédelem alatt álló tájház, és nagyon-nagyon-nagyon sok rendezvényt szervezünk itt. Elsősorban mezőgazdasági vonatkoztatásban szervezzük a rendezvényeinket. Őshonos állatokkal kapcsolatosan mangalica előadásokat szervezünk, és nagyon fontos megemlíteni, hogy a diákokat szeretném ezzel sokszor bevonni, hogy lássák, hogy mennyi mindent lehet a mezőgazdaságból kihozni és fejleszteni, és milyen lehetőségek vannak itthon, nem csak külföldre menjenek, hanem itthon megvalósítsák az álmaikat. És én emiatt szeretném ezt folytatni is, előadásokat szervezni és konferenciákat tartani itt a tájházban. Te kell lesz csak és neked én, mert amikor rám néz...